Boldog iskola. Ez egy program, amit oktatási intézményeknek hoztak létre, és aminek fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni, és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Olvasható a hivatalos honlapon. Szoboszló mind a Bárdos Lajos Általános Iskola, mint pedig a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola csatlakozott ehhez. Utóbbi néhány nappal ezelőtt Örökös Boldog Iskola címet vehetett át, de erről majd később. Most beszéljünk arról, hogy az önkifejezésben, a rajzolásban hogyan lehet belecsempészni például a hála kifejezését. Egy évvel ezelőtt kezdődött a Boldog Iskola program a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában. Most újra erről beszélgettünk Szoboszlainé Kádár Anikóval, elsősorban arról, hogy mind a tanárok, mind a diákok milyen tapasztalatokkal gazdagodtak. Pontosan egy évvel ezelőtt találkoztunk, és akkor én nagyon vidám voltam és feldobott voltam, mert hogy akkor jöttünk vissza Budapestről, ahol volt egy nagy találkozó, találkoztunk azokkal a pedagógusokkal és azokkal a szakemberekkel, akik ezt a programot irányítják, illetve részt vesznek benne. És akkor, amikor az ember valaminek az elején van, akkor tele van reményekkel, ha sok szép, jó dolgot lát benne ebben a programban, akkor úgy gondolja, hogy lesz arra idő, hogy ezt ő is kipróbálja, tehát azt mondhatom, hogy lelkes. Ezt a lelkesedés nem szűnt meg, sőt, azt mondhatom, hogy fokozódott, és nem vagyok ezzel egyedül, hisz a mostani találkozón, amikor találkoztunk ugyanezekkel a kollégákkal, sőt, egyre többen vagyunk, ugyanezekkel a kollégákkal, akkor arról számolhattunk be, hogy ezt a programot örömmel csináljuk, örömmel veszünk részt benne. A művészeti iskolánk, mivel alapfokú művészeti iskola, egy nem tankötelezettséget teljesítő iskolatípus, itt egy kicsit leszűkülnek a feladatok, mert egy általános iskolában a boldogságórát fel lehet használni, a témáit akár egy osztályfőnöki óra keretében, az iskola pedagógiai programjának a szabadsávjában, egy magyar irodalom órán. Itt nekünk a művészeti iskolában erre azt mondhatom, hogy csak a délutáni képző- és iparművészeti tanszak tantárgyi keretében tudunk ezzel foglalkozni. Viszont ez a terület egy olyan gazdag képet ad az egész programról, amelyet azt mondhatom, hogy a vizualitás szintjén lehet akkor megoldani, fejleszteni, és egyáltalán a képzőművészetek oldaláról hozzáállni ehhez a programhoz. A különböző alkotások elkészítése során könnyen kifejezik magukat a gyerekek egy-egy témával kapcsolatban. A rajzolás egy nagyon érzelemgazdag önkifejezési mód, és én azt gondolom, hogy egy-egy rajz, ahogy azt a gyerekek megfogalmazták, például vegyünk egy havi témát, a hála témáját, ami tavaly szeptemberi téma volt, és most is ez, rajzban fogalmazták meg, színekben fogalmazták meg, képekben fogalmazták meg, hogy például kinek lehetnek hálásak és miért. És néha én úgy gondolom, hogy egy rajz, egy jól felépített, kifejező rajz többet mond sok-sok szónál, és körmönfont megfogalmazásoknál, mert a képi világ az sokkal hamarabb felfogható, érzékelhető. És akkor a tavalyi év folyamán részt vettünk még nem csak a rajzos feladatokban, hanem írtak a gyerekek olyan, hát a rajzokhoz kapcsolódó szövegi anyagot is, amelyek az egyes havi témákhoz kapcsolódtak. Itt csodálatos megfogalmazások voltak, de ez mind-mind a rajzoknak a hátulján. Csodálatos megfogalmazások voltak például egy-egy havi téma feldolgozásában, így például az optimizmus, így például a hála volt az egyik ilyen kedvencünk, a társas kapcsolatok, az egymás segítése, mind-mind olyan témák a Boldog Iskola programban, amelyeknek a gyakorlása azt a célt szolgálja, hogy a gyerekeink egy boldogabb, teljesebb élet megélésére legyenek képesek. És hogy ne felejtődjenek el olyan dolgok a világunkban, ami igaz, hogy nem divatos és nem jellemez bennünket, viszont, mint ahogy Bagdi Emőke is kifejtette, ezek nélkül az emberi, alapvető emberi tulajdonságok nélkül
szinte értelmetlen a létünk itt a Földön az embertársaink körében. A tagságot évenként kell megújítani, ettől az évtől egy újabb szinten dolgoznak a Boldogság programmal. A mi iskolánk is most már örökös iskola lett, ugyanis olyan teljesítményt nyújtottunk az elmúlt tanévben ebben a programban, amely alapján megérdemeltük azt, hogy ennek a csapatnak most már örökös tagjai lehetünk. Én azt mondom, hogy a lelkesedésünk nem csökkent, az én lelkesedésem nem csökkent, és a kollégák is sem, és boldogan vállaljuk tovább ezt a feladatot, és ameddig ezt lehet, addig mi csinálni fogjuk. És nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír ennek a programnak a terjedése, ugyanis nem csak óvodások vették át a programot, vannak benne a programban, nem csak általános iskolák, művészeti iskolák, hanem most már van egy egyetem is, ahol tartanak boldogságórákat. Tehát ezt az oktatás minden szintjén, a gyerekek minden életkorában a kollégák, pedagógusok fontosnak tartják, és az előadások alkalmával én arról győződtem meg, hogy ezt lelkesen, szívesen csinálják, aminek az alapja, hogy hisznek benne. Én hiszek benne. A szülők is tudnak róla, hogy ez a program folyik, és ugye a pedagógiai programunkban, a megújulásunkban kellenek is, hogy szerepeljenek innovációk, és az innovációk lényege az, hogy olyan programokat adaptáljunk, vegyünk át, vagy olyan programokhoz kapcsolódjunk, amelyek egy kicsit megújítják mindazt, amit a iskolában a négy fal között folyik.